Sziasztok, Red vagyok. Igen, másik szerver, és igen, mondhatjátok, hogy Red, mit vándorolsz, mint fing a fürdőbe? Srácok, ez ugyanaz a szerv, amit sok-sok hónappal ezelőtt elkezdtünk a Kockával, Zekivel, Csabival, és néha feljött ugye a Papi is, utóbbi időben a Lina is játszik itt, és ugye ezt együtt kezdtük annó, de mindegy kis idő után ugye kevesebbet játszottam, majd jött a Mad Max, blablabla, bla, bla, tehát sorolhatnám, és amit eddig láttuk tőle Márkot, ugye azt más szervereken próbáltam egyedül, jött egyszer a Csabi is, meg a Kocka is kicsit segíteni, de be kell látni, hogy egyedül nem jó, uncsi. Itt van ez a jó szerver, igaz hardcore, azért nem itt kezdtem, mert itt, hogyha meghalsz, akkor nulla, egyes vagy újra. No, de eldöntöttem, szerintem végleg, hogy itt folytatjuk az árkozást. És tudom, Rexike ott maradt, és szeretnétek látni, hogy felnő. No, és ezért kárpótlásul itt csinálunk egy spinót. Kicsit előkészületeket megcsinálnám, hát ugye itt, aki tudja, aki nem, annak elmondom, ugye itt sok hónap óta játszanak a többiek, az elején én is játszottam valameddig, ők már bőven 70 felett vannak, ugye több halál után is. Én is meghaltam már itt egy párszor, de itt 40, nem is tudom, hanyas vagyok, mindjárt mutatom, 43-as vagyok ezen a szerveren. No, hát itt rengeteg állat van, ugye már srácok témeltek, meg összeszedték, blablabla, bla. Nem is kell mondani. No, két spinót, annyit csináltam most, hogy két spinót ide beszorítottam így a sarokba, hogy ugye Wanderingen ne tudjanak elmenni. És akkor teszünk egy próbát, megmondom őszintén, az előbb megpróbáltam, nem tudtak elmenni. Majd most kiderül, ő készen áll. Ő is. Semmi tudom. Ki ne menjél. Igen, ő a nőstény. Jó van, baby, nyugodjatok le. Legények, hogy mennének. Én meg itt aljas módon bezártam őket. Hát egyszerű pilárokkal berekesztettem a dolgot. Megvárjuk ezt a tojáskát. Igen, és azt ígértem, hogy nem fogok mostanában tojást költeni. De mivel úgy gondoltam, hogy azt ott hagytam minden is, én megmondom, hogy én is kíváncsiak arra, hogy hogy lesz, hogyha felnő. De van egy olyan tippem, amikor végére a csíkok egyszer csak hip-hop nagy lesz, az kész. Tehát semmi átmenet nincs a dologba. De attól még kíváncsi vagyok, hogy felnő, és most már ugye felkészültebb leszek valamivel a születést illetően. Most szombat reggel 8 óra van, ezt a napot erre szánom, ugye az 5-6 órás tojás kikeltése, hogyha számolok, mondjuk 6 órával, ha számolok, akkor 1 órára fog kikelni a tojás, és onnantól kezdve szombat délután végig az etetésével fogok foglalkozni. Megpróbálom annyira megerősíteni, hogy már vasárnap reggel remélek felébredek, addigra nehogy megdögöljön a szerveren éjszaka. Jól van, srácok, mindjárt megvan az a tojás. Szegények. Össze is vannak akadva, mármint hogy így fizikailag, meg az osztopoktól is. Na még egy picit. Oké, megvan a tojás. Le akarom venni róla a Wanderinget. Keménykedjen itt. Kiparkoltuk a vadakat. És akkor ezt a tojáskát felvesszük. Gyorsan beviszem. Tomjan akarunk halni.
Oké. Ide kiteszem. Oké. Mire kiparkoltam, meg felvettem, jó, fél HP-ja elment, szóval ezzel vigyázni kell, csak egyszerűen nem tudtam felvenni ott a lábaik között, hogy ott ficánkoltak. Na, 8 óra elmúlt egy pár perccel, most letettem, és hát ez is tuti, hogy jó pár óra hossza lesz. Addig én megyek, előkészülök fát, fát a manót, húst ide fogok készíteni. Van, ugye elektromos hűtő is van, de hát ebbe szerintem nem sok hely van. Hát azért van itt annyi. Behordok majd egy. Ez meg eldőlt? Mindegy. És miért nem látom megint a élet? Az előbb ott volt egy pillanatra pickup. Ja, itt van, jó van. Oké. Szóval ez hosszú idő lesz? Majd jövök. Azt a kú. Ó, srácok. A szerver leállt. Jött egy 2.19.5-ös patch. Mire visszajöttem, ez fogadott. A HP-ja nem látszik. Kész, vége. És... egyetlen egyszer hidege vagy melege lesz, akkor ennek annyi, ez kipukkan. Ó, a frász kerülget, ugye azt... ja, és látjátok, majdnem az egyharmada hiányzik. És valamiért gyorsabban ment, mert... mennyi? 10 óra 50 van, tehát... nem egész 3 óra telt el, és már itt tart a dolog. De hogy... ez most... miért? Nagyon nem szeretném újra csinálni. Mert... még így is sok idő. És ez a szerver leállás, ez pont a lehető legrosszabbkor jött. Hát ez még hosszú másfél óra lesz így 0 HP-val lemezni vele. Hát srácok, amit látjátok, eltűnt. Ég a tűz, 30 fok van, és egyszer csak. Már az utolsó feladat nem láttam most, hogy hideg lett, meleg, de 30 fokban még nem volt meleg, hát volt már 35 fokban is. Hát nagyon sajnálom. Ez most nem sikerült, de most ennek a videónak itt vége. Én, ahogy ezt kikapcsolni, de azonnal elkezdem csinálni a másikat. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!